több ágazatban tapasztalható egy fokozottabb kereset a szakképzett munkaerő iránt. Ennek alapvetően két oka van. Bizonyos ágazatokban a munkavállalók szakképzettsége nem egyezik meg a vállalatok igényeivel. Erre reagált az elmúlt években a szakképzési rendszerünk. Másrészt pedig a munkaerő mobilitást igyekszünk segíteni. Ma már Mórahalomnak a 25 éves, következetes város és térség és gazdaságfejlesztési programjainak köszönhetően, amelyben a helyi akarat és a központi támogatás egybe kapcsolódott, van elég ereje ahhoz, hogy gondozza az egész térséget. Mórahalom az nem csak egy település a határ mellett, hanem egy olyan település, amelynek feladata és kötelessége is van a magyar nemzet határon túlmaradt részei iránt, és ennek a felelősségének a település meg is felel, hiszen az elmúlt években is olyan fejlesztések is megvalósultak, amelyek az ott élők érdekeit is szolgálják.